Sziasztok, kezdjünk megint a teraszról, hogy egy kis kellemes látványban legyen részetek. Továbbra is érdekes az, hogy a Facebook hogyan intézi ezt a esemény elindítást. Mert eddig mindig úgy volt, hogy a meghirdetett eseményhez csatlakozott az élőadás, és meg amikor bemegyek az eseményhez, akkor nem tudom elindítani az élőadást, hanem külön élőadást kell indítanom. Gondolkoztam azon, hogy megint innen kintről, tehát emlékeztek, hát akik régóta néznek, azok tudják, hogy innen a teraszról szoktam nyáron műsorokat csinálni. Annyira elvakítanak egyébként, hogy alig látok, látjátok ott. De a mai téma is olyan, hogy mindenképpen kell hozzá számítógép. És nem nagyon tudom ide a kis asztalra. Nézzétek! Itt van ez a kis szék, és ide leülve ugye van ez a látvány, ami most nem akar valamiért éles lenni. Szenzációs hulladék a Facebook, gyerekek, egy hulladék. Na mindegy, kezdjünk bent. Amúgy is annyira meleg van, hogy nem bírom el is el, úgyhogy megy ide bent a klíma. Menjünk az asztalhoz. Ott már elő van készítve a cikkecske, amiről beszélni fogunk. Először is, igen, tudom, mit akartam mondani. Piroska, busztai, bab alakú medence. Nem, vese alakú, ezt úgy szokták mondani. Nem bab. Itt ez a hivatalos megnevezése. Azt akartam mondani, ma is beszélgettem valakivel, és én most vettem észre, hogy az oldalamon, tehát a privát oldalamon, tegyünk különbséget a Facebook oldal és a privát profil között. Tehát a Facebook oldalaim, amiből van kettő, a Mike Életalkozta Blankán és a Mike Kriptoklubja, és van a Mike Kaszás nevű privát profilom. Ugye megjelent ez a kis üzenet, hogy ez egy csaló oldal, és hogy a valódi oldalamnak a linkjét is oda küldtem, és hogy jelentsétek ezt az oldalt. Mert valaki félreértette, úgyhogy most ki is töröltem ezt az üzenetet. Ez nem az én személyes profilommal vonatkozik, tehát nem törték fel, nem történt semmi, ez továbbra is az enyém. Ha feltörték volna, nem tudnék rá ilyen üzenetet írni. Nem, hanem volt egy profil. Ugyanilyen névvel, Mike Élete a Costa Blancán, ellopták a profilképemet, meg ellopták a háttérképemet, tehát gyakorlatilag ugyanígy nézett ki. Ugye, aki belép, az ugyanezt látja, hogy ugyanez a profilkép, ugyanez a háttérkép, és ugyanez a név is, hogy Mike Élete a Costa Blancán. Csak azt akartam mondani, hogy azt kell megnéznétek, hogy nálam a URL az mindig az, hogy facebook.com/Mike Costa Blanca. Ugye, mivel ez a név már foglalt, ők nem tudják ugyanezt a nevet használni, ezért az ő esetükben egy csomó szám szerepelt itt mögötte, és természetesen nem volt 61 000 követőjük, hanem csak valami 100. De a lényeg az, hogy ez a... És most próbáltam megkeresni nektek ezt az oldalt, hogy megmutassam, de akárhogy is keresem, már nincs meg. Én jelentettem, és lehet, hogy eltüntette a Facebook, de a lényeg az, hogy én annak az oldalnak a review-jához, tehát az értékeléséhez írtam ezt az üzenetet, és úgy látszik, az idióta Facebook ezt kirakta nekem is a profilra. Tehát nem csak ott jelent meg a csaló oldalon, hanem kirakta nekem is. Hogy lehet ennyire idióta egy Facebook, hogy kirakja az értékelést az én saját oldalamra, és nem teszi hozzá, hogy ez például ennek az oldalnak az értékelése, nem pedig rám vonatkozik. Tehát most sokan ezt félreértettétek. De még azért nem láttam, hogy kirakta, mert ugye ki van tűzve a társkeresős videóm. Tehát én csak így néha ránézek az oldalamra, a társkeresős, nem is láttam, hogy mit rakott ki. Atyaisten. Tehát annyira, de annyira elegem van már ebből a Facebookból. Jelentettük többen, remélem nem az igazi oldalt jelentettétek. De most megpróbálom beütni a keresőbe egyébként, hát ha kidobja. Tehát ha így beírom, de nem. Hát ugye az én oldalam az sokkal... Igen. Tehát az én oldalam az sokkal nagyobb elérésű, és ugye az dobja ki alapvetően a Google. Tehát így Google-el biztos, hogy nem fogom megtalálni. Na mindegy, erre mindig figyeljetek, ellopta az oldalt. És a lényeg az, hogy tehát úgy működött... Igen.
Piroska Pusztai valamit posztolt a nevedben. Megpróbált az én oldalamra is bejönni, és valamelyik kötöknek a kommentje alá beposztolt valami bitcoinos baromságot. Ez azért tartom fontosnak mondani, ez még azelőtt volt szerintem, hogy a DAO elindult. De én kitiltottam azonnal, tehát ugye az ilyeneket azonnal kitiltom, de az oldal maga az ment tovább. Tehát nagyon fontos, ahogy te is mondtad, hogy nem helyesírási hibákkal volt el, hanem teljesen magyartalan volt. Tehát ez valami csaló valaki volt, aki ugye megpróbálta lefordítani, valahogy megpróbálta lefordítani, és ugye az a trükk ilyen, hogy kirakott ilyen posztokat, amin a ti profilképeteket lementette. És ilyeneket posztolt a saját oldalára, de valami 12 követője lett. Annak a 12 követőnek üzenem, hogy ne kövesse. Nem bírom beszélni, egész nap beszéltem. És nagyon fontos, ezt akartam mondani. Tehát az a jelen, most ugye, hogy beindult a DAO, azért beszélek egész nap, mert egész nap belépőkkel beszélek. Nagyon fontos, hogy azt mondta, hogy erre meg erre a címre küldjetek bitcoint, az én nevemben, erre meg erre a címre küldjetek bitcoint, és akkor nyerhettek, vagy nem tudom, valami süket dumát nyomatott. Egy, soha nem foglalkozom bitcoinnal, tehát tőlem ezt nem fogjátok hallani, hogy bárkinek küldjetek bitcoint. Kettő, senkitől nem kérek semmit, hogy küldjön sehová. Tehát aki be akar lépni a DAO-ba, az is ugye a mycologia.com oldalon saját maga tudja kimintelni, saját maga tudja kibányászni. Tehát én nem is közreműködök ebben, mindenki a saját valletjével belép. Anyukádról is tett képet. Igen, láttam én is. Lehet, hogy innom kéne valamit. Tehát nem tudok ugye ezzel különösebben mit tenni. Én szerintem egy 2-3-szor jelentettem a Facebooknak, különösen azt, hogy ez egy csaló oldal, kit személyesít meg, még a saját oldalamat is belinkeltem, hogy ezt személyesíti meg. Nem sikerült a Facebooknak szerintem ilyen 2 hét alatt leszedni, de most nem találom, úgyhogy lehet, hogy igen. Ha valaki esetleg közületek még látja, akkor írjon nekem privátban, hogy látja, de be nem merje ide idézni a linket, mert azonnal kitiltom, tehát annyi esze legyen, hogy nem idézi be ide a linket, privátban írjon nekem, ha valaki még látja, és én most nem találom a linket. Na, ez csak egy gyors magyarázat volt. Azért vagyok berekedve, mert egész nap olyan emberekkel beszélgetek, akik beszeretnének lépni a DAO-ba, és ugye nem nagyon tudják, tehát ezt segítséget kérnek. Nem akarok a DAO-ról beszélni, csak annyit akartam gyorsan megemlíteni, hogy átléptük az 500 NFT-t. Én azt hiszem, hogy csak ugye ez ugye 2 héttel ezelőtt indult, és most megnézem pontosan, hogy mennyinél járunk, hogy a kollekció hol tart. Igen, 505 most azt mondja. Érdekes, mert ez nem frissült szerintem. Mert én 514-et láttam a másik gépen, és ez szerintem még nem. 505, teljesen mindegy. Ezt ti is meg tudjátok nézni, egyébként ugye itt látszik a fejléc, és hát ott látszik, hogy 505. És így néznek ki a már kimintelt NFT-k, tehát rengeteg, úgyhogy remekül haladunk. Én nagyon remélem, hogy ez a belépési szakasz minél hamarabb le tud zárulni, körülbelül egy hónap múlva, vagy egy hónapon belül, most amennyire folytat. Már több mint az egyharmad elment, úgyhogy én alapban bízok, hogy egy hónap alatt elmegy, mert rendkívül fárasztó. Tehát nagyon kimerítő. Nézzük a mai témánkat. Infláció és a forint beszakadása. Hát én azt hiszem, hogy feltettem egy fotót is arról, hogy hol tart a forint, de akkor most megnézzük. Én délután láttam, délután nem, még dél körül láttam, hogy eléri a 389-et, és most esett vissza 384-re. Hát aki belépett esetleg a Discord szerverre, a DAO-nak a Discord szerveréhez, hangsúlyozom, hogy oda olyanok is beléphetnek, akik csak egy kicsit szeretnének többet tudni erről a dologról, de még nem akarnak belépni. Van egy nyilvános csatorna is, tehát nem csak azok léphetnek be, akiknek már van NFT-jük, nekik van egy zárt csatorna, de a nyilvános csatornára bárki beléphet, beszélgethettek, és oda posztoltam egy ilyet. Hát amin az látszik, hogy azt mondom, hogy akkorát zuhant a forint, hogy a képernyőre alig fér ki, és akkor ott beszélgettük valakivel, hogy valószínűleg vissza fog majd egy kicsit jönni, és hát igen, úgy látszik, hogy talán a jegybank beavatkozott, vagy valami történt, de most 384. Tehát mint látjátok, az elmúlt napok átlagához, mondjuk az elmúlt 2 hét átlagához, ilyen 368-hoz képest, és akkor ez most így beszakadt. Ez lesz a mai témánk. Másik pedig az infláció. Felraktam reggel ezt a kis... És valaki nem értette. Valaki még ezt sem értette.
felraktam ezt a kis szösszenetet, ami a Telexen jelent meg, és szerintem ők direkt csinálták azt, hogy a két cikk egymás alatt legyen, hogy az egyik cikk azt mondja, hogy a kormány elfogadta a jövő évi gyógycukorkát szapogatni. Jó ötlet egyébként. Itt van a gyógycukorka az asztalon ide készítve. Tehát az egyik cikk arról szól, hogy a kormány elfogadta a jövő évi költségvetést 6%-os inflációt tervezve. Az alatta lévő cikk meg arról szól, hogy a június infláció 20,1% volt. És akkor én azt mondtam, hogy azt írtam a reggeli posztomban, hogy látok némi ellentmondást a kettő között. Gyógycukorka. Szerintem ezt még Niki hozta, igaz? Emlékeztek? Akkor mutattam, hogy kaptam, de ez azóta is megvan. Olyan ritkán használom. Na nézzük, ez valami holszerű cukorka. Van még negró is, amit anyu hozott, csak az nem tudom, valamelyik dobozban van, de most ez kéznél volt. Igen, ez egy ilyen toroktisztító. És akkor nem értették. Nekem magyarázza, hogy értelmezzed már. Hát a 6% a jövő évi költségvetés, az infláció meg most 20. Értelmezd már. Visszaválaszoltam neki, hogy az neked nem megy, nem nekem. Tehát először is jövő évi költségvetés. Tudjátok, mikor lesz jövőre? 5 hónap múlva. 5 hónap múlva már jövőre van. Tehát ezek szerint, ha a jövő évi költségvetés 6%-kal van tervezve, az azt jelenti, hogy jövőre egyenlő eloszlásban, és úgy nagyjából átlagosan 6%-kal számol a kormány. Tehát az azt jelenti, hogy mostani 20%-ról, oké, hogy ez júniusi adat, most meg július van, tehát akkor jó, akkor mondjuk 6 hónap, nem 5. De a 20%-ról legalább 6-ig le kéne menni, hiszen ha e fölött van, akkor ez csak növeli az inflációt, ugye? Arra pedig nem számítanánk, hogy az infláció azért lesz 2024-ben 6%, mert 2024 elején 10, 2024 végén meg mondjuk 3, és így jön ki a 6-os átlag. Ugye erre senki nem számít, tehát ebben ugye senki nem reménykedik. Tehát ez azt jelenti, hogy 5 hónap alatt kéne elérnünk ebből a 20%-ból legalább akkor mondjuk egy olyan 10-et. Igaz? Tehát akkor 2024 januárjában, ha 10 lenne, és akkor úgy menne le, hogy 9, 8, 7, 6, akkor fél évkor körülbelül 6, és akkor talán ott meg tudna állni, de én azt is kétlem, hogy egyáltalán 6-ot elérné. Tehát gyerekek, 5 hónap van jövő évig, és most 20% az infláció, hogy lesz ebből 6? Ha havonta 2%-ot tudnánk csökkenteni, havonta 2%-ot, akkor is az csak 10 lenne, tehát akkor 10-ig mennénk le. És onnan még hol van a 6? Ez az egyik válaszom. A másik az, hogy az a terv, hogy ugye évvégére egyszámjegyű legyen az infláció, az is azt feltételezve, hogy 9,9. Tehát a 10-es becslésem az jó januárra. Lehet, hogy még ebben sem nagyon hiszek. Tehát aki megnézte az Eurostat adatokat, az látja, hogy az Európai Unió átlaga 7,1. Ugye az Európai Unió az azt jelenti, hogy az összes Európai Uniós ország, az eurózóna átlaga, az pedig 6,1. Az eurózóna azokat az országokat jelenti, ahol az euró már be van vezetve. Tehát az kevesebb ország, mint amekkora teljes Európai Uniós közösség. Ugye hiszen Magyarországon sincs euró, de benne vagyunk a Európai Unióban. Tehát 6,1 és 7,1% az átlag, mindig Spanyolországot hozom fel példának, mert én itt élek, itt most 2,9%. Tehát ha Magyarország a 20%-ával nem is tud versenyezni a 2,9%-kal, de az uniós 6,1 és 7,1%-hoz is több, mint háromszoros. A 6,1-hez mindenképpen, a 7,1-hez mondjuk háromszoros. Tehát 300-háromszoros az mondjuk 200%, háromszoron nagyobb az infláció Magyarországon, mint bárhol máshol. És ez olyan, hogy van egy ilyen grafikon, ami így emelkedik, és a végén áll egy ilyen, az Magyarország. Tehát ezek az uniós országok ugye így csökken. Tehát mondjuk azt hiszem, hogy a legmagasabb infláció talán Magyarország után Lengyelországban van, már nem emlékszem. De nézzük meg pontosan. Várjátok, valaki beküldte. Valaki beküldte kommentbe, ha azt megtalálom, akkor ki tudom nagyítani. Azt hiszem, hogy ráharaptam a cukorkára. Nem túl jó cukorkával az embernek a száj. 104 komment van, itt nehezen fogom megtalálni. De várjátok, megtaláltam. Te egyből sikerült megtalálni. Jó, csak hogy ti is lássátok, hogy miről beszélek. Tehát ugye én mindig a tényeket, tehát nagyon fontos, azoknak, akik még soha nem láttak mikológiát, azoknak javaslom, hogy nézzék meg a mikológia.com oldalt. Tények és logika. Látjátok, hogy az egyenletesen lefelé csökkenő
átlag mögül kiugrik valami, ugye 21,9, ez még májusi adat. Tehát 21,9, és utána volt 12,5 Lengyelország, 12,5 Csehország, aztán Szlovákia, tehát így a kicsit gyengébb országok, Kelet-Európa, és akkor látszik, hogy Spanyolország, korábban Spanyolország vezető helyen volt, de most már leszakadtunk a negyedik helyre 2,9-el, Belgium a második 2,7-tel, és Luxemburg vezet 2%-kal. Ugye itt látszik a teljes EU átlag, ami 7,1, és az eurózóna átlag, ami nyilván az eurót bevezetett országok átlaga 6,1-jel. Hát ugye Kelet-Európa, meg Ausztria is azért le van maradva 8,8-al, Bulgária 8,6. Bulgária, el tudjátok képzelni? Bulgária tartják a legszegényebb országnak Európában. Messze-messze lemaradva Magyarországtól, és 8,6 az infláció. Romániában, ami a második legszegényebb ország elvileg, 9,6. Nálunk 21,9. Hát nem tudom. Tehát aki nem látja azt a fajta iróniát, amit, hát, amit esetleg én iróniának, szarkazmusnak, nem is tudom melyiknek nevezzük, hogy a két adat között, a között, hogy a következő évi költségvetést 6%-kal tervezik, meg a között, hogy most 20,1%, a között én némi ellentmondást vélek felfedezni, hogy ezt valaki nem érzékeli, akkor most tudományosan is elmagyaráztam, hogy miért. És még egy nagyon fontos dolog. Ugye az infláció az áremelkedést jelent. Tehát azt jelenti, hogy az árak, a szolgáltatások, stb. Drágul. De ezek különböző mértékben. Tehát nem egy általános, hogy akkor most minden emelkedett 20%-kal, nem. Ezek különböző mértékben emelkednek. Ezt mindjárt meg fogjuk beszélni, hogy milyen mértékben. De gondoljátok el, hogy mit is jelent maga az infláció, áremelkedést. Tehát ha most ilyen 20%-os áremelkedés van, szopogatjak egy kis cukorkát, hogy jusson a tarkomba. Tehát ha most 20%-os emelkedés van, és jövőre 6%-os lesz, az még mindig azt jelenti, hogy nektek nem olcsóbb lesz a dolog, hanem csak 6%-kal, de drágább. Capisci? Comprende? Az egyik olaszul volt, a másik spanyolul. Hogy értitek? Tehát semmiféle olyan terve nincs a kormánynak, semmiféle, ezt most lefordítom nektek a jövő évi költségvetés 6%-át, semmilyen olyan terve nincs a kormánynak, hogy csökkenjenek az árak. Csak annyi terve van, hogy jövőre mindössze 6%-kal fognak emelkedni, azon felül, amennyivel ma még emelkedtek, vagy amivel most még emelkedtek. Úgy látom, hogy akkor gyorsan ki kell tiltani valakit. Nagyon jó. Mindjárt fel fogom olvasni a különböző részleteket, ha esetleg nem hallottátok, vagy nem néztétek, hogy pontosan milyen százalékban változnak ezek. Ugye azt is hozzá kell tennünk, hogy közelmúltban volt ez sokszor hír, és szerintem akik egy kicsit is körül akarnak nézni, azokhoz eljut ez a hír, hogy Magyarország gyakorlatilag most már többért veszi a gázt az oroszoktól, mint amennyiért a nyugat-európai piacon hozzájuthatnánk. Tehát ha nem lenne ez a Brüsszel szembenállás, gyakorlatilag most már az a kérdés, hogy mikor leszünk kívül az unión. Tehát itt már csak ilyen időbeli teszetosszaság megy. Tehát ha nem lett volna ez, hogy az ukrán helyzetben mi egyértelműen, szinte egyértelműen az oroszok pártján állunk, és mondjuk a magyar lakosság fele nem lenne olyan hülye, hogy benyalja az orosz propagandát, és azt mondja, hogy az ukránok nácik, meg hogy önmagukat lövik, meg a szokásos agymenő hülyeség. Tehát, hogyha ez nem lett volna, akkor most lennének nyugat-európai barátaink, akik azt mondanák, hogy kisegítenek minket, és adnák a gázt olcsón, és ugye most fel lehetne tölteni a tározókat olcsón, és akkor ti télen nem fizetnétek sok pénzt majd a fűtésért, de most fogtok. De most fogtok, mert nagyon drága orosz gázzal töltjük fel a tárolókat, és azt mind meg fogjátok fizetni télen. Már csak ezért sem látom, már csak azért sem látom azt, hogy tudna jövőre egy 6%-os átlagos infláció lenni, hiszen amikor Nyugat-Európában majd ezt az inflációt letörve, úgy látszik, hogy az infláció már Nyugat-Európában eléggé le van törve. Ezt valószínűleg egy óriási gazdasági konjunktúra fogja követni, aminek nagyon-nagyon szerves kötődése lesz Ukrajna újjáépítéséhez. Tehát, és akkor most jöhet egy csomó ha. Ha most ez az offenzíva, ellenoffenzíva, mindegy, meg Counter-Strike-nak mondják, tehát ellenoffenzívának, de szerintem ez nem ellenoffenzíva, mert az oroszok nem csináltak semmit. Tehát az ukránok nem ellenoffenzívát indítottak, hanem offenzívát. Mert az oroszok nem csináltak semmit. Tehát az ukrán helyzet rendeződik mondjuk jövőre, így vagy úgy, az oroszok kivonulnak, vereséget szenvednek, vagy lesz valami státuszkó, vagy akármi. Mindenesetre hosszú távon
az a fajta háborúskodás, hogy az Ukrajna egész területét érinti, és nem csak, mint korábban 2014 óta, ugye, hogy a Donbasszi régióra viszonylag korlátozódott. Én azt mondom, hogy egyfajta kvázi béke kialakulása. Tehát lehet egy teljes béke, amikor az oroszokat kiverik a francba, a Putyint eltakarítják, vagy valami, tehát lehet egy ilyen forgatókönyv is, lehet egy kicsit hibrid forgatókönyv, ami kevésbé tetszik az ukránoknak, hogy mondjuk a Krím mégis orosz marad, meg ilyenek. Nem ez a lényeg, az újjáépítés megkezdődik. A jelenlegi becslések szerint ezt egy olyan 450-500 milliárd dollárra becsülik, hogy ennyi lesz Ukrajna teljes újjáépítése. Na de ott most mindent kell majd csinálni. Telefonvezetéket, lakóházakat, utakat, modern kórházi berendezéseket, hát ugye minden, ami iskolákat, mindent a lényeg, mindent az égvilágon. És ugye hát ezt azok a cégek fogják csinálni, akik eddig segítették Ukrajnát. Ugye az amerikaiak adták a legtöbb pénzt, tehát nagyon sok dolgot az amerikaiak fognak csinálni, de ugye mivel messze van, aszfaltot nem fognak hozni Amerikából repülővel. Mit a betont nem fognak hozni Amerikából repülővel. Tehát az európai cégek igen-igen nagy számban fogják kivenni a részüket ezekből a fejlesztésekből. Egészen biztos vagyok, hogy az angolok és a franciák fogják vezetni ezt a prémet, tehát hogy ők voltak az elsők és a leghangosabbak mindig a támogatások során. Úgyhogy ez az újjáépítés egy gyakorlatilag egy új Marshall terv utáni korszakot hoz el. Mint tudjátok, 1945-ben a lerombolt Európa újjáépítésére létrejött az amerikai Marshall terv, sok száz milliárdot, jó mostani áron, de akkori áron mindegy, akkor is sok pénzt öntöttek ebbe a dologba, és ebből mi egy fityinget nem kaptunk, mert orosz kérésre, szovjet kérésre mi erről lemondtunk, de a lengyelek kaptak, mivel ők szövetségesek voltak, mi meg ellenség. És hát igen, beindult a háború utáni Európa fellendülés, amiből mi a vasfüggöny mögött teljes egészében kimaradtunk. Egy ilyenfajta gazdasági fellendülésre számítok, és ebből Magyarország megint ki fog maradni. Azért, mert orosz oldalon álltunk. Tehát most ezeket a spekulációkat, amit elmondok, ezek egyértelműen spekulációk, ezeknek nem lehet most még tudományos magyarázata, de egy olyan megalapozott spekuláció, amit elmondok, ami csak időben kérdés, hogy mikor fog bekövetkezni. Tehát, hogy most jövőre lesz vége a háborúnak, vagy esetleg még egy évet tolódik, vagy akár már idén. A Prigozsin-féle akció után ugye nem tudjuk, hogy Putyin hogy alakítja a dolgokat. Nincs az a forgatókönyv, amiben én azt látom, hogy Magyarországnak bármilyen jó dolog jönne az idén, vagy akár jövőre is. Tehát ugye, ne felejtsétek el, ezt a műsort úgy hirdettem meg, hogy megnézzük, hogy mi várható őszig. Kicsit most messzebb tekintettem. Röviden úgy is mondhattam volna, hogy semmi jó. És akkor nézzük az infláció skáláját. Tehát azt írja, hogy az egy hónapos drágulás, ugye az előző hónaphoz képest 0,3 volt, tehát ez éves alapon az infláció 25,7%, ez az éves infláció, de ugye ha az előző évhez hasonlítjuk, tehát májustól májusig, vagy júniustól júniusig hasonlítjuk, ugye akkor az lett ez a 21,5%-ra csökkent. Elsősorban a bázis hatás miatt. Ezt sokan nem értik, hogy mit jelent a bázis hatás. Tehát ugye mindig, amikor az előző évhez hasonlítjuk, az előző év júniusához hasonlítjuk, tehát az idei júniusban, előző év júniusában 1000 forint volt a kenyér. Ha idén júniusban 20% az infláció, akkor idén júniusban 1200 forint a kenyér. Igaz? Tehát akkor évtől évig, tehát nem egy adott naptári évben, tehát nem azt mondjuk, hogy 2021-ben vagy 2022-ben mennyi volt az infláció, hiszen még benne vagyunk 2023-ban, ezt nem tudjuk kimondani. Ilyenkor az összehasonlítás alapja az, hogy hónapot hónapig. A következő hónap, tehát a júliusi, amit majd augusztusban közölnek, ugye mert most a júniusit mondták, tehát a júliusi infláció az majd a 2022 júliushoz méri. A bázishatás magassága az azt jelenti, hogy tavaly júniusban is már, most már nem csúnya szóval azt mondtam, hogy kurva drága volt a kenyér, de mondta akkor, hogy nagyon drága volt a kenyér, és ez egy magas bázist eredményezett. Tehát azt jelenti, hogy egyébként az 500 forintos kenyér, tehát most visszamennénk még egy évet, és a 2022 júniusit a 2021 júniushoz mérnénk, akkor a 2022 júniusi infláció mondjuk 20-30% volt, tehát ott már nagyon magas infláció volt az 2021-es adathoz képest. Tehát 2021-ben 500 forint volt a kenyér. Ez ugye 1000 forintos kenyeret eredményezett 2022-ben, ez azt jelenti, hogy 100% emelkedés, tehát megduplázódott az ára. Ugye? Tehát 2022 júniusában 100% volt a kenyér inflációja, most 2023 júniusában, ha az 1000 forintos kenyér csak 1200-ra emelkedett, akkor 20%.
És ezért mondják azt, hogy a magas bázis hatás miatt arra számítanak, hogy jövőre majd kevesebb lesz. De ne felejtsétek el, ha jövőre csak 6% lesz az infláció, akkor az azt jelenti számotokra, hogy az 1200 forintos kenyér csak 6%-kal, tehát az 60 forint, 6 x 2, 12, az 72 forinttal 1272 forintra nő. Ezt most így nagyon jól kiszámoltam nektek. Csak hogy nem ez a helyzet. Nem ez az igazság. Valóság egyben az, hogy az infláció az diverzifikál. Tehát azt jelenti, hogy az infláció széles körben, széles spektrumban más különböző termékeknél. Ez a júniusi infláció, ez a 20-21%, amit most láttok, ez a valóságban így néz ki. A liszt, az édes lisztes áru ára 53%-kal emelkedett, nem 20-szal. A kenyér 48,8%-kal emelkedett. Tehát 1000 forintról nem 1200-ra, 58%, 1000-ről 1500-ra emelkedett. Ez csak az én példámmal szerepelt a 20%. Tehát ha a teljes inflációval számolnánk, akkor 1000-ről 1200-ra emelkedne, de csak az átlagos infláció 20%. A kenyér 1000-ről 1500-ra emelkedett. Tehát jövőre a 6%-os emelkedés, ha a kenyéren is csak annyi lesz, mert a kormány csak átlagos 6%-ot mondott, ezen belül lehet, hogy a kenyér még mindig 15-20-szal fog emelkedni, hiszen a mostani 20%-os inflációnál is 48,8%-ot emelkedett. Ha azt feltételezzük, hogy az infláció mindig a kenyér esetében duplája az átlag inflációnak, akkor a jövő évi 6%-os infláció nektek olyan 12-15% kenyérinflációt jelent. Tehát 1000-ről idénre megemelkedett 1500-ra a kenyérinflációja, a 15% akkor az azt jelenti, hogy 10 az 150, meg 5% az 775, akkor az 225. Tehát 1725 forintra fog emelkedni jövőre a kenyér. Ezt jelenti a kormány 6%-os reménye. És az előző fél órában pont azt száfoltam meg, hogy szerintem ez nem fog bekövetkezni. Tehát nem lesz 1725 forintos kenyér áratok. Kicsit sokkal magasabb lesz. Majd meglátjuk. Folytatom tovább. Tejtermékek 41,4%-kal emelkedtek. Most júniusról beszélek. Tehát a most júniusi 20%-os infláción belül a tej 41%-kal emelkedett, a tojás 40,1%-kal, vaj és vajkrémek 35,6%-kal, péksütemények 33,3%-kal, ezen belül a száraz tészta 30,4%-kal, a tej... Ja nem, bocs, az előbb csak a tejtermékek voltak 41%-kal. Most külön van a tej 26,7%-kal, és a sajt 23,3%-kal. A háztartási energia ezen belül 34,3%-kal került többe, a vezetékes gáz 43%-kal. Muszáj vagyok inni. A palackos gáz 44,6%, az elektromos energia 26,6%-kal emelkedik. Szeszes ital, dohánytermék 18,24%. És akkor most megkérdezhetnétek, hát ha minden ennyivel emelkedik, 48, meg 53, meg 40, akkor hogy lehet 20% az infláció? Hát elmondom. Vannak olyan dolgok, amik sokkal kisebb mértékben emelkednek, mint ez a 40%. Például az új autók ára 14,5%-kal emelkedett mindössze. Tehát a 10 milliós autó most csak 14%-kal kerül többe. Konyha és egyéb bútorokért 14,6%-kal kellett többet fizetni. Fűtő és főzőberendezésekért 13,9%. Szobabútorokért 9,5%-kal kellett többet fizetni. Na most... Vagy itt van például, hogy lakásjavító és karbantartó cikkek 11,5%-kal drágultak. Ez nem tudom, mit jelent a lakásjavító és karbantartó cikkek. Szerintem ez minden, ami a lakáshoz kell. Mondjuk egy partvis is annyival került többen. Méz. Jó lenne, csak most nincs kedvem felállni érte, de van amúgy mézem is. Szóval van egy csomó dolog, ami 20%-nál kevesebb mértékben emelkedett csak, hogy, és itt jön a trükk, ti mit vesztek minden nap? Kenyeret, vajat, tejet, sajtot, vagy új autót, konyhabútort, szobabútort, fűtőberendezést, vagy lakásjavító és karbantartó cikkeket. Értitek a dolgot? Tehát az a fajta hazugság, ami nem hazugság, mert sokan azt mondjátok, hogy meghamisítják a statisztikát, nem, csak úgy tálalják nektek, hogy nem értitek. Tehát amikor azt mondják, hogy már csak 20% az infláció, akkor most megcáfoltuk, hogy a már csak 20% az infláció, az háromszor nagyobb, mint bárhol máshol Európában. Oké? Okay? És a csak 20% sem igaz, hiszen az, amit naponta megvesztek, az valójában 40-50%-kal emelkedik.
És az, amit nem vesztek minden nap, például új autó, konyhabútor, meg ilyesmi, az szerencsére csak 14%-a emelkedett, és ez lehúzta az átlagot. Ugyanis egy 10 milliós új autó árából, hát bizony elég sok kenyeret lehet venni, így egyetlen új autó csak 14%-os emelkedése, nagyon-nagyon sok kenyér 50%-os emelkedését húzta le 20-ra. Hogy gondoljátok, érthető volt eddig, amit elmondtam? Tegye fel a kezét, aki küldjetek egy ilyen, tehát itt a gomnyomásra küldjetek egy ilyen smiley-t, vagy egy ilyen valamit, hogy érthető-e volt. Ugye itt nagyon fontos a bázishatás. Még egyszer elmondom, hogy ezek az emelkedések, ez az 53%, ez a 48, ez a 41 a tejterméken, még a sajton is 23%, ez ne ide, ne az üzenetbe küldjétek ezt, hanem na itt igen, tehát amit itt látok oldalt, ne küldjetek üzenetbe fel, izé hújjájkújját, mert kitörlöm mindet. Na jó, akkor látom, már 50 embert ki kell tiltani. A videóra küldjetek ilyen jelet, ne kommentben. Szóval nagyon fontos megértenetek azt, hogy ha még igaz is lenne a 6%, az a 6% akkor is erre, az 50-re, 40-re, meg 23 sajtra jönne még rá pluszba. Tehát a kormánynak az kellene, hogy legyen a terve, hogy mínusz 5% legyen az infláció, tehát legalább egy kicsit csökkenjen a kenyérára. Egy nagyon picit térjünk vissza arra, hogy mi okozza az inflációt, ugye rendkívül szeretettel hajtogatják, hogy dollár baloldal, nem is tudom, hogy ez a kifejezés mit jelent, hogy Brüsszel, hogy háború, meg minden. Nem. Egy nagyon egyszerű példával megint elmagyarázom, hogy mit jelent az infláció. Tegyük fel, hogy én egy cukorkaboltban dolgozom, és azt mondom, hogy van, mennyi ez? 2, 4, 6, van 6 darab cukorkám. Én rendszeresen 6 darab cukorkát gyártok le, és minden nap bejön 6 ember. És az a 6 ember az megvesz 1, 2, 3, 4, 5, 6 cukorkát, és a cukorkának 10 forint az ára. Ugye akkor mindenki elégedett, nekem elfogyott a 6 darab cukorkám, a vendég, minden egyes vendég kapott 6 darab cukorkát, és akkor ugye a kereslet és a kínálat az tökéletesen találkozott. Tehát ez az ideális közgazdasági helyzet, ami valójában soha nem történik meg, de mondjuk, hogy igen. Na most mi történik akkor, hogyha bejön mondjuk 10 ember? És 10 ember azt mondja, itt van 10 ember, és azt mondja, úristen, én is cukorkát akarok, én is, de csak 6-nak jut. Tehát 6-nak jut. 4-nek nem fog cukorka jutni, ugye? 4 újamnak nem jut cukorka. Ez a 4 új nem kap cukorkát. Akkor ilyen mi történik? Ez a 4 ember, ebből valaki azt mondja, hogy gyerekek, én adok 11-et a cukorkáért, csak enyém legyen. Másik azt mondja, én adok 12-t, csak enyém legyen a cukorka. Pú, és elviszik. És ez azt jelenti, hogy a cukorka 10 forintos ára már is megemelkedett 2 forinttal, hiszen volt olyan, aki hajlandó volt 12-t is adni, hogy elvigy akkor a kereskedő, nyilván 12-ért fogja adni. Ez azt jelenti, hogy keresleti piac van. Tehát a termék mennyisége az ugyanaz, viszont keresleti piac van, az árak azért kezdenek el emelkedni, mert egyre több ember akar cukorkát venni. Na most mi történik a következő helyzetben? Nem emiatt van most infláció. Hoppá, ezeket átfordítottam. Képzeljétek el, hogy 6 cukorka van, és ugye továbbra is 6 ember jön be, akkor azt mondjuk, hogy egyensúlyi helyzet van. Na most képzeljük azt, hogy hirtelen csak 3 cukorka lett, de továbbra is 6 ember jön be. Akkor ugyanaz a helyzet áll fent, hogy 3 embernek jut cukorka, hoppá, hogy mutassam? 3 embernek jut cukorka, 3 embernek meg nem, és akkor 3 embernek cukorkát akarok, és összevesznek rajta, és ugyanúgy emelkedik az ár. Ez a kínálati oldal hiányát jelenti. Tehát azt jelenti, és ez óriási különbség. Tehát ha van egy bizonyos mennyiség, ami azért egy kicsit fluktuál, tehát soha nem fix, de nagyjából fluktuál. Nagyjából közép szinten áll, tehát mondjuk ez a 6 darab, ez lehet egyik nap 5, másik nap 7, de nagyjából egy azonos szinten van, hiszen bevőből sem minden nap 6 jön be, néha 7, de ez egy azonos szinten van. Az infláció, amit az gerjeszt, hogy hirtelen nagyon sok ember akar venni valamit az addig megszokott korlátozott létszámban, az áremelkedést okoz. Ugye ez az ipari termelés 7 éves ciklusa, tudjuk közgazdaságtanból, amikor azt mondjuk, hogy ha ilyen helyzet áll elő, akkor a gyárak elkezdenek többet termelni, de ugye egyre több kezd el egyre többet termelni, és mire rájönnek, hogy túltermelés van és kevesebb a vevő, és visszaesik, az 7 év. Ezt nagyon gyorsan elmagyaráztam. Most nem ez a helyzet. Nem az a helyzet, hogy 6 ember helyett hirtelen 10 megy be és felverik az árat, hanem ugyanaz a 6 ember megy be, de már csak 3 termék van. Miért? Ezt okozta a Covid.
Tehát a Covid alatt minden gyárat is leállítottak, minden termelés visszaesett, és gyakorlatilag ezt a termelési kiesést, hát most nem a 7 éves ciklusról beszélek, de a termelési kiesést, ugye, egy Mercedes gyár leáll mondjuk egy hónapra, azt nem lehet azonnal így újraindítani. Mert termelési láncok vannak, tehát ugye a globális termelési láncok álltak le. A Mercedes gyár csak akkor tud újraindulni, ha a Tajvanból a chip is jön. Tajvanból a chip csak akkor tud jönni, ha ott még nem, ott még nincs lezárva, tehát ott is feloldották már a chipgyárnak a lezárását, értitek? Tehát a Mercedes gyár Kecskeméten hiába szeretne kinyitni, ha Tajvanban még mindig maszkban rohangálnak, meg le vannak zárva, és ugye Kína csak nemrég oldotta fel ezt a dolgot. Na most 2020 és 2021 során olyan óriási összeomlásba került ez az egész globális ellátó piac, ugye mindenki függ mindentől, hiszen már mindenki a legolcsóbban Bangladesben meg a távol-keleten akar termeltetni, hogy ezek hirtelen elfogytak. Nem volt új autó, nem volt bicikli, nem volt mit tudom én mi. És közgazdaságtani szempontból nagyon fontos külön kezelnünk azt, hogy hirtelen nagyobb lett a kereslet, vagy hirtelen kevesebb lett a kínálat. És hogy emiatt van az infláció. Az következett be, hogy hirtelen kevesebb lett a kínálat. Kormányzati szempontból teljesen más intézkedések szükségesek akkor, ha hirtelen nagy a kereslet. A hirtelen nagy keresletet lehet csökkenteni kamatemeléssel. Mert azt mondjuk, hogy a kamatemeléssel, tehát most ez következett be Magyarországon, a kamatemeléssel, 16% kamattal az emberek inkább beteszik a pénzt a bankba, és nem rohannak cukorkát venni a boltba. Tehát képzeljük el, hogy 10 ember megrohanja ezt a 6 cukorkát, és 10 emberből mondjuk 2 úgy dönt, hogy nem megyek cukorkáért, beteszem a pénzt a bankba, aztán még egy, és már megint csak 6 ember lesz. Tehát a kamatemelés az így hozza helyre az egyensúlyt. Na most, ha továbbra is csak 6 ember megy be cukorkát venni, tehát azt mondom, hogy a piac átlagos kereslettel dolgozik, de csak 3 cukorka van, akkor a kamatemelés nem segít ezen. Akkor arra van szükség, hogy valamilyen szinten fel tudjuk pörgetni a gyártást, tehát azt kellene támogatni, hogy egyre több gyártás történjen, valamennyire vissza lehet fogni a keresletet, tehát mondhatjuk azt, hogy a 6 emberből talán csak egy ne menjen be, és akkor az 5 emberre 3 cukorka jut, az már egy jelentős javulás, de mint látjátok, sajnos itt olyan termékekről van szó, amikben nem lehet visszafogást eredményezni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy figyeljetek, most kevesebb ember vegyen már kenyeret, meg tejet, meg tojást, meg vajat, meg péksüteményt, meg sajtot. Autóban ezt meg lehetett csinálni, annak azért csak 14% az inflációja. Úgyhogy minél fontosabb egy termék, annál kevésbé lehet az inflációt visszaszorítani pusztán ilyen intézkedésekkel, ahelyett, és ugye az nem segített megint, hogy továbbra is nyomják a hülyeséget, hogy akkor vegyél lakást, adjuk a csokkot, most ezeket visszafogják persze, mert már nincs miből. Ilyenkor lett volna nagyon jók azok a gazdaság élénkítő csomagok, amiket elbukott a kormány, mert összeveszett az Európai Unióval, és már nem adnak egy kanyit sem. A magyar gazdaságnak erre nem futja. És akkor nézzük meg, egy picit átugrunk a költségvetés jóváhagyására. Ugye itt írja, hogy a 2021-es költségvetés péntek délelőtt fogadták el, 124 képviselő támogatta, 44-en nem. Itt van, hogy a 2,9%-os hiánycél lesz, az idei 3,9-ről, 66,7% lesz a GDP arányos adósságráta, ami amúgy kiváló lenne, hiszen Görögországnak ilyen 200%, meg nagyon sok országnak 100% vagy a fölötti van. Tehát a 67% az a Magyarország kiváló lenne, csak ezzel nem megyünk sokra. 6% körüli szintre csökkentett infláció, ezt úgy írják, hogy 6% körüli szintre csökkentették az infláció. Infláció, menjél le infláció! Mint hogy így le lehetne csökkenteni. Tudok, a kormány megmondta, hogy 6% lesz az infláció. És 4% körüli GDP növekedés. Az államháztartás központi adrendszerek jövő évi kiadása, fő összege, ez a sok süket duma, ez mind azt jelenti, hogy bevétel. Még egyszer nem mondom. Az államháztartás központi adrendszerének jövő évi kiadási fő összege, ez a kiadás, nem a bevétel. Ez a kiadás, ennyi. Ezt nem kell túlspirázni, hogy üző adrendszer, ennyi a kiadás. 40.755 milliárd forint. Most látjátok, hogyha azt mondjuk, hogy Lölő ellopott olyan 5-600 milliárdot, akkor a 40.755-ből csak az aprót lopta el a 755-öt, a 40.000 az ott maradt. A másik pedig a bevétel 38.240 milliárd forint, tehát a hiány 2.514 milliárd forint. A legelső, amit én megjegyeznék itt, hogy miért kell hiányt tervezni. Tehát olyan, mintha megtervezném azt, hogy pénzt dobok ki az ablakon. Miért nem lehet családi költségvetés stratégiát szimulálni államháztartási szinten? A családi költségvetés, tudjátok milyen? Leül a család, és azt mondja, gyerekek, erre most nincs pénzünk, nem vesszük meg. Annyit költünk, amennyink van, addig nyújtózunk, ameddig a takarónk ér. Hány metaforát mondjak még, vagy hasonlatot? 38.240 milliárd forintunk van,
költsünk annyit. Vagy 10, 20, 30, 50, 100 milliárddal kevesebbet. És alkalmazzunk tartalékképzést, amiből jövőre kisegíthetjük a problémákat, ha lesznek. Ne hiányt gyártsunk, hanem többletet. 2514 milliárd forintról beszélünk, ami a költségvetés hiánya. Ennyi hitelt kell majd felvenni. Ennyi, ez biztos, hogy nem így lesz. Nem tudom, szeretném látni a költségvetést, nem tudom, hogy betervezték azt a 16%-ot, amit állampapírra ki kell fizetni, hiszen ennyiben megdrágul most a költségvetés finanszírozása. Tehát a 2514 milliárd forint az nincs. Azt valahonnan meg kell szerezni. Felvehetjük külföldről, megkaphatjuk uniós támogatásból, vagy elkérheti tőletek. Szerintetek melyik lesz a háromból? Elmondom még egyszer. Felvehetjük külföldről, az IMF meg fogja mondani, hogy mit csináljunk érte. Elkérhetjük Brüsszeltől, Brüsszel meg fogja mondani, hogy mit tegyünk érte. Vagy elkérheti tőletek. Ti meg fogjátok mondani, hogy nem. Honnan fogja előkeríteni a 2514 milliárd forintot? Már látjátok, hogy miért nem lesz 6% az infláció. Ha én lennék a miniszterelnök, én azt mondanám, hogy gyerekek, 38.240 milliárd forint bevételünk van, költsünk annyit egyelőre, vagy inkább csak 38.000 milliárdot, és akkor 240 milliárdot meg próbáljunk megspórolni. 2514 milliárd forint mekkora összeg? Amikor ellopták a magánnyugdíj pénztárat, az 3.000 milliárd volt. Még maradna 500 milliárd, és nem kéne hiányt termelnünk. Kifizettek egy ilyen puskás arénát, vagy mit, 300 milliárdért. Ez több, mint a 10%-a ennek az összegnek. Tehát egy hónapban nem kéne hitelt felvennünk, körülbelül. Mennyi megy el foci stadionokra, meg ilyen tau-szerű... Mennyi megy el a belgrádi vasútvonalra? 700 milliárd. Mennyi megy el a Fushima, vagy mi az Isten, kínai egyetemre? 400 milliárd. Na, már akkor 700 milliárd a vasút, 400 milliárd az egyetem, a kínai egyetem, az 1100 milliárd, meg csapjuk hozzá még akkor a stadionnak a 300 milliárdját, akkor 1500 milliárdnál tartunk. Na, már csak ezzel kell összeszednünk, és megvan a hiány. Értitek? Ez így működik. Ennyi. Hol látszik a... És természetesen még lehetne játszani a bevételi oldallal is, hogy hogy lehetne még több bevételt hozni. Nyilván nem áfa befizetésekkel, mert 27%-kal már nincs hova. Fudan egyetem, kösz, hogy beírtad. És mennyi projekt van még? Mennyi projekt van még, ugye, amire milliárdokat szórtak el, letelepedési kötvénytől kezdve akármíg. Ugye a letelepedési kötvény az nem pénzkiadás volt, hanem az nem az államhoz csapódott, hanem Rogán Tónihoz. Tehát, hogy ilyenek is, hogy... Vagy a lélegeztetőgépekért kiadtunk mennyit? 200 milliárdot? Na, csapjuk hozzá ezt a 200 milliárdot, és akkor már 1700 milliárdnál vagyunk. Gyerekek, mondjatok még valamit! Összeadjuk a hiányt! Benyújtjuk a kormánynak módosító tervezetre, és azt mondjuk, hogy jövőre nem kell hiánnyal számolnunk. A jövő évi tervezett hiány az 3%, akkor a 6%-os infláció felét már meg is spóroltuk, hiszen oda lehet adni az embereknek. Gazdasági zsenik leszünk. Vodafone, mennyit fizettünk a Vodafoneért? János Alex, szia! Szerintem biztos adtak vagy 200 milliárdot a Vodafone-ért, 1007, akkor 1900 milliárdnál tartunk már. Na, még 600 milliárdot kaparjunk össze valahonnan. 60 pusztát irogathatod, hát az semmi, az 60-70 milliárd, vagy valami ilyesmi. Igen, a kínai egyetem kurátorai leléptek a pénzzel, nagyon jó. Na minden esetre ilyen 1700-1800 milliárdnál tartunk. Gyerekek, ha mi ezt egy éjszaka, egy ilyen este beszélgetés alatt össze tudjuk rakni, hát akkor ők miért nem? És akkor sokan írtátok erre válaszul azt, hogy micsoda dilettáns kormány, micsoda... A legnagyobb nyertes egyértelműen a katonaság, a honvédelmi alap költségvetése ugyanis másfélszeresére az idei 842 milliárd forintról 1300 milliárd forint fölé emelkedik. Tehát 700 milliárd forinttal több... Bocs, nem, 500 milliárd forinttal költünk többet a honvédségre. Az, vagy valljuk be, hogy az kellene, de mondjuk, hogy most nagy gáz van, inkább vegyük vissza a honvédség költségvetését. 500 milliárd, az 1920 hozzáadom, 2400 milliárdnál tartunk, gyerekek. Még 100 milliárd kell, és megvan a költségvetési hiány. Megoldjuk? Paks 2. A vasutat már belevettem, Szilvia Faust. Mire a Paks 2? Hát azért az kell, csak nem az oroszokkal kéne megépítetni. Óriás plakátok nélkül is meg lenne az ország, igazad van. Legalább 20 milliárdot költünk óriás plakátra, már csak 80 milliárdot kell összeszednünk, és megvan a jövő évi költségvetési hiány. A Vodafone már beleszámoltam, de én csak 200-al, te azt mondod 370 milliárd. Megadom neked akkor, csak 200 milliárddal számoltam a Vodafont, akkugyárak támogatása, hát igen, de az később majd pénzt fog hozni. De jó, mondjuk, hogy akkor nem adunk egy kicsit,
holik haj beültetése, megvan a 70 milliárd. Gyerekek, én azt hiszem összeszedtük a 2500 milliárdos hiányt, jó? Ezzel csak azt akartam demonstrálni, hogy 40 ezer milliárd forintból 2500 milliárdot nem lehet összegründolni úgy, hogy azt a lakosság, tehát hogy ne olyanoktól vegyük el, mint, a, mint az egészségügy, vagy most nem jut új röntgengépre, vagy nem tudom mivel, tehát hülyeségekből is össze lehet szedni 2500 milliárdot, jól látjátok, igen, tehát ezeket itt simán el lehet lopni. Ha felére csökkenne a korrupció, akkor szerintem ez a 2500 milliárd ez meg lenne, és akkor azt mondanák, hogy jövőre Magyarországnak nincs hiánya. És az adósság állománya is csak 66%, ami tényleg nagyon jó. Tehát a 67%-os GDP arányos adósság az tényleg nagyon jó. Azt nagyon sok ország megirigyelhetné. És amikor valaki azt írja, hogy nem kompetens a kormány, meg hülyék, meg idióták, nem. Nagyon sok emberek ülnek ott, és ezt pontosan kiszámolták. Fogadjunk, hogy mikor fogják először a 6%-ra azt mondani, hogy hát nem fog összejönni, inkább olyan 10% körül lesz. Mikor jelent, és ki fogja először bejelenteni? Varga Mihály, a pénzügyminiszter, vagy izé, tüsi hajú, hülye gyerek, szíjjártó? Ki fogja először bejelenteni, hogy hát a 6% nem jön össze, mert Brüsszel. 6% nem jön össze, mert dollár baloldal. Ha Brüsszel miatt nem jön össze a 6%, akkor 11 lesz. Ha a dollár baloldal miatt nem jön össze a 6%, akkor 12% lesz az új szám. Mert a dollár baloldal mindig jobban hibás, mint Brüsszel. Hát ennyit akartam ma egy kicsit így elmondani nektek. Látjátok, egy egész órás műsor kerekedett abból, hogy feltettem egy olyan ártatlan cikket, amiben két főcím szerepelt, amit lehet így is úgy is magyarázni. Most az én verziómat hallottátok, hogy én hogy magyaráztam. Ha tetszett a videó, osszátok meg. Ha van kérdésetek, írjátok be a kérdést. Ha úgy érzitek, hogy jól magyaráztam el, és érthető, meg egy kicsit vicces is, akkor hívjatok meg még egy pár embert, hogy növekedjünk. Mivel itt vagyunk a legtöbben, kénytelen vagyok felhozni megint a DAO témát, és itt megköszönni mindenkinek, aki belépett, és ugye ezt a bizalmat belém helyezte, óriási mértékben emelkedik a ugye ez az eladott NFT-k száma, és hát a DAO már működik is, tehát aki tudja, hogy miket csináltam az a másik oldalon, akkor azt kérem, hogy kövessétek a Mike Crypto Klubja oldalt is, ott többet lehet. Gulyás jelenti majd be. Ki fog elvinni a balhét, ez a lényeg. Ki lehet lesz jövőre kormányon? Jaj, nem! Nem fogja bejelenteni, izé? Mondjátok már, az igazságügyminiszter, aki most mondott le, elfelejtettem a nevét. Jó, ő. Mert ő már addigra Brüsszelben lesz. Hát ő fogja bejelenteni, hát tudom én, hát azért küldik, hogy ne kelljen a bíróságra menni, elküldik Brüsszelbe, ő fogja bejelenteni. Nézzük meg, ő fogja bejelenteni, hogy hát sajnos a brüsszelitáknak köszönhetően Varga Judit, igen, tehát köszönöm, ott fogja az Európai Parlamentben bejelenteni, hogy a brüsszelitáknak köszönhetően nem tudjuk tartani a 6%-os inflációs célt, és a brüsszeli bürokratikáknak a köszönhetően a 12-3-8% lesz. Amit akarnak, majd ezt hozzáadnak. Remélem, a cukorkás példa tetszett. Köszönöm mindenkinek. Tegnap már le akartam menni a partra, hogy egy kis tengerpartos sétálós videót csinálják, csak felhős volt az ég, és mondom, nekem lesül a bőr a képemről, ha nektek olyan tengerpartot mutatok, hogy nem vakítóan kék az ég. Szóval, hogyha holnap vakítóan kék lesz az ég, akkor megmutatom, ha nem, akkor majd valamikor lesz. Sziasztok!